A fullasztó hőségben két olimpikonunk nagyon szerencsésnek tűnt, legalábbis mi irigyeltük őket, mindaddig, amíg nem láttuk szinte megfagyni még a gondolataikat is. Judósaink a tökéletes formaidőzítés és felkészülés érdekében a pingvin díjra is pályáztak, mínusz 110 Celsius fokos hidegkamrába vonultak. Miért? Azonnal elmagyarázzuk. A világbajnoki ezüstérmes judós Bor Barna pakol, próbál és beleizzad. Egyenként mindent felpróbálni azért. De te nem próbáltál mindent föl, nem? Hát de, nagyjából mindent felpróbáltam, és ami volt, amiből kisebb volt, akkor abban nagyobbat kértem. Ez most nem tatami, még csak nem is a londoni gép csomagjai. Így néz ki egy komplett ruhaszett, egy olimpiai forma öltözett próbám. Ancsi, megjöttetek! A rekkenő melegben a cselgáncs olimpikonok több mint 20 kiló ruhát jönnek felvenni, majd ha jól áll nekik, átvenni is. Szerintem azt tudjuk, hogy mosodaszolgálat az van, tehát hogyha bármilyen probléma van, akkor az azon, aki tudják most, szerintem meg is tudják szállítani. Ketten a nagy melegben nagyon szerencsések. Mészáros Anett és Ungvári Miklós, a két Európa-bajnok cselgáncsozó, hamarosan szaunaszetre vetkőzhet. Ebbe a terápiás központba azért kísértük el őket, mert hamarosan egy modern regenerálódási módszert mutatnak be önöknek. A Rokit általában akkor beszokták nekünk tenni, hogy tovább bírjuk, majd meglátjuk. Alig figyelhetjük meg két olimpikonunk forma strandszerelését. Ezek szerint ez még az olimpiai ruha bemutatójára is. Abszolút minden. Kiderül, egyáltalán nem csak sportolók látogatják ezt az úgynevezett hidegkamrát. Még a fogyasztáshoz is nagyon jó, és ilyen nagy melegben meg pláne. Meg tényleg, ahogy említettem volt, hogy tele vagyunk rengeteg sérüléssel, most jöttünk az éppen edzőtáborokba. Voltam egy 6-7 alkalmat, és maximálisan teljesítettem az állóképességileg, és úgy éreztem, hogy sokkal jobban tágult a tüdőm, és tovább jött a meccseket. Az eljárás regenerál csonthártyát, csontot vagy bőrt is akár. Orvosi alkalmassági vizsga az átlagtól eltérően a két cselgáncsozó esetében csak egy vérnyomásmérés. Miközben szervezetük belső szerveiket próbálja majd védeni, hiszen bőrük mínusz 110 Celsius fokos száraz jégben fürdőzik, és ilyenkor minden anyagcsere folyamat nagyon felgyorsul. A legvékonyabb és fagyásra legérzékenyebb bőrfelületeket fülvédő, sapka és kesztyű védi. És a pingvin díj várományosai már is mínusz 60 fokon zsilipelhetnek. Ha levennétek a maszkot, az fájna, nem? Aztán pedig mindenük megfagy, még a gondolataik is. Ebben a fázisban azoknak, akik nem él sportolók, 3 perc bőven elegendő. 4 perc. Anett 4, Miklós 6 percet bír a jeges anyagcsere centrifugában. Hol a pingvin díja? Kijövetelkor testük a bőrfelszín alá pumpált vértől piroslik, de ez a bőrpír hamar el is múlik. Hogy szervezetük normál anyagcseresebességre kapcsoljon vissza, és az izmaik is ellazuljanak. Anett és Miklós levezetik a jeges gőzt. De ez a gőz egyáltalán nem fáradt. Minden okunk feltételezni, hogy a sérüléseik gyógyulásában segítő eljárás olimpiai eredményeikhez is hozzájárul majd.